vitorlázó repülés, illetve a sikló ernyőzést már bemutattuk önöknek itt a meteorológiai stúdióban, mint abszolút időjárás függő sportágakat. Most folytatjuk ezt a sorozatot, méghozzá profi kájtost hívtunk a stúdióban. Deák Tomit köszöntöm szeretettel. A hétköznapi ember számára nagyjából annyit jelent, hogy száguldása szélben, a víz felszínén. Valójában szerintem sokkal többet takar ez a sportág. Igen, szélerőtől és felszereléstől függően különböző dolgokat lehet művelni. Erőszélben például ugrálni, úgynevezett freestylozni, vagy gyengébb szélben pályaversenyezni és a sebességre rámenni. Ahogy egyébként itt mellettünk is láthatják a kedves nézők a felvételeket, amit maga Tomi csinál. De rögtön kérdezzük is meg, hogy milyen az a szélsebességi kritérium, aminek lennie kell, hogy egyáltalán elinduljon ez a kájt? A hagyományos felszereléssel kb. 22 km per órás szélre van szükség. Én 50-70 km-esben szeretek igazán magasra ugrani. A hidrofoilozásban, ami itt látható, pedig sokkal gyengébb, akár 12 km per órán is szél is elegendő száguldozáshoz. Ahogy láthattuk, és talán pont most itt láthatják is önök is, hogy nem csak nyáron lehet ezt a sportágat űzni, tehát télen is elegendő a szeles idő? Igen, télen is nagyon jó szelek fújnak. Ha jól beöltözünk, akkor akár a vízen is lehet menni, de ha leesik a hó, vagy befagynak a tavak, akkor korcsolyával, vagy snowboarddal is karcolhatjuk a jeget, vagy a havat. Melyik azok a klasszikus helyek, klasszikus kájtos helyek Magyarországon, amit nagyon szerettek? Én jellemzően ugye északi szelek fújnak, ezért a Balaton déli partja a legalkalmasabb erre. Budapesthez közel Sóston lehet jókat menni, a Balatonnak a nyugati felében viszont Balatonfenyvest szeretem nagyon. Déli szélben lehet? Igen, igen, akkor természetesen az északi partot kell keresni, akár a Velencei tavon, akár a Balatonon például Fűzfőt. Ha jól tudom, ambíciózus terveid vannak 2024-re. Igen, a párizsi olimpián már kájtfoil ott lesz, és szeretnék én is ott lenni. Tehát, ha már debütál ez a sportág, és önök is kedvet kaptak, akkor tartsanak velünk egy kájtra. Kellemes nyarat, jó szelet!